A filmtörténelem egyik legikonikusabb univerzuma 2011-ben a majmok bolygói el egy új trilógiát kezdett el felvezetni, amely az állatok hatalomra kerülését mutatja be Cézár vezérletével. A három filmről bátran ki lehet jelenteni azt, hogy elképesztően jól sikerültek, a sorból talán kiemelkedik is egy negatív értelemben a lázadás, azonban ezt ez sem lehet rossz darabnak nevezni, míg a forradalom és a háború egyértelműen a kimagasló alkotások közé sorolható de még az egész a Majmok univerzumban is előkelő helyet foglalnak el. Retrokritika sorozatomban már mindegyik művet részletesen kiveséztem, és a mai nap pedig a trilógia zárása fog gorcsó kerülni, a Majmok bolygója háború. A cselekmény szerint a majmok túlszárnyalták az embereket, ami jó szándékú kísérletnek indult, az teljes hatalom átvétellé vált, immár az értelmes ember szabásúak a földurai. A városok elnételenedtek, a menekülőkkel nem tudni, hogy mi történt, és a kevés életben maradt ember kis csapatokra szakadva bujkál és készülődik, mivel a háború elkerülhetetlen. Cézár a harcedzet és szuperintelligens majom, aki nagyon sokat szenvedett az ember rabságában nem tud felejteni, és nem akar megbocsájtani. Mindkét fel tudja, hogy az emberiségnek nincs több esélye. Ha most kudarcot val, végképp eltűnik a föld színéről. A film egyből egy remekbe szabott kis ismertetővel kezdődik, ahol rengeteg információ birtokába jutunk, többek közt megtudjuk, hogy 15 év el az úgynevezett majom influenza kitörése óta, és két éve keresik az északi katonák Cézárt, azonban nem találják meg oly könnyen. Továbbá a fontos elemekkel tűzdelt kezdés még azt is hamar a szemünk elé tárja, hogy itt valóban háború van, és lesz is. Már a kezdő momentumoktól érezhetjük a feszültséget és egy borús, nyomasztó hangulatot, amely végigkíséri az egész alkotást. A háború, ahogy a lázadás és a forradalom is egyaránt, nem egy töregget rejteget, amit a szemfüles és törzsökeres majmok bolygója rajongók egyből kiszúrnak. Ilyen például a régi filmekből is, mert tipikus 60-as, 70-es évekbeli sci zene, amely továbbra is egyébként lenyűgöző. Továbbá Cézár fia, akit kornéliusnak hívnak, ő volt a régi filmekben Zira férje, illetve az ott bemutatott Cézár édesapja azonban van még egy megmosolyogtató apróság, hiszen az Amaya Miller által megformált szereplőt Morris elnevezi Novának. Nova volt ugye az első két alkotás főbb női karaktere, mármint az emberek között, aki nem tett sokat hozzá a történethez, azonban azért, ha visszanézünk rá, egy ikonikus része lett ennek a világnak. Az eddigi két darab a trilógiában emberszereplőket is megtett főszereplőnek a majmok mellett, azonban a háború esetében teljesen más a helyzet, hiszen itt már a főbb alakítást az emberszabásúak veszik át. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne lennének ember karakterek, hiszen a franchise egyik legjobb antagonistáját kaptuk meg Woody Harrelson ezredesének személyében. A színész már nem egy emlékezetes figurát öltött magára, viszont az ezredes biztosan, hogy a legjobbak közé fog tartozni. Egy kegyetlen emberről van szó, aki bármely bármennyire is merőben egyet lehet vele érteni, mi a védi saját faját, az embereket. Ha elveszítik a háborút a majmok ellen, akkor végleg eltűnnek a föld felszínéről, mert a vírus mindenkit megfertőzne, és egy testileg, lelkileg leépült analfabéta faj jelenne meg, kicsit akár hasonlíthatjuk is az első majmok bolygó filmben látottakhoz. A majom influenzát egyébként maga az ezredes is magában hordozza, és az alkotás vége felé szemügyre vehetjük azt, amitől oly módon tartott ennél a pillanatnál Cézárnak lehetősége nyílt arra, hogy végezzen vele, azonban szenvedni ha és végül saját magát gyilkolja meg az ezredes a maradék csöpnyerejével. Természetesen a rendkívül változatos majom szerepeket sem szabad elfelejteni, mert még több pazarul megvalósított karakterre bővült a sor, mint például egy lenyűgözően kinéző fehér gorillával, rossz majommal, aki az egész kalandot végigkíséri, és egy humoros, visszahúzódó, de szerethető figuráról van szó. Szamárral, aki egy gorilla, ki régen kobát követte, majd pedig az ezredes szolgálatába állt, tehát már olyan szürreális dolgoknak is részesei lehetünk, amikor a majmok átállnak az emberekhez, ezzel együtt pedig saját fajuk ellen fordulnak, és ez egyébként Szamárnak egész végig kint és fájdalmakt okoz, aki nem igazán tud oldalt választani, azonban a fináléban egy egészen drámai pillanat során megmenti Cézár életét, miközben hidegvéren agyon lövi egy katona, és ez a momentum is nagyban hozzájárul ahhoz a háborús motivumokhoz, amelyek néha tényleg hátborzongató érzést keltenek a nézőben. A filmben értelemszerűen visszatért Cézár, kedvenc kis orángutánunk Morris, Koba, aki kizárólag halicinációkban jelenik meg, Cornélia ugye Cézár felesége, kékszemű Cézár idősebbik fia és természetesen rakéta is. Andy Serkis lenyűgöző alakítás és karakterének útja mellett ezúttal sem szabad szó nélkül elmenni, Cézár egy egészen hihetetlen történetet jár be ebben a filmben is, akinek ez a kaland sem volt zökkenős érzelemmentes, többek között az ezredes egy rajtaütés során megölte párját és idősebbik fiát, ezáltal pedig elkezdett olyan majommá válni, mint Koba, a hogy vezérelte és nem hozott rendes értelmes döntéseket népe számára. A jövendőbeli domináns faj sikeresen megnyerte egyébként a háborút, és Cézár azt is bebizonyította, hogy nem véletlen fektettek ennyi bizalmat felé majom társai. A karakter egyébként életét veszíti a záró jelenetekben, amely tényleg egy könyvfakasztó és hidegrázós, borzasztóan drámai pillanat volt, ami egyben egy csodálatos lezárása a majmok vezéré, vezérének, és magának ennek a fantasztikus trilógiának is. A film lélegzet vizuális megvalósítása bír, mind az állatok és a helyszínek terén, továbbá a sok dráma, tragédia, öröm és akció még pazarabbá varázsolja az őszképet, és arról se feledkezzünk meg, hogy az ízterekként szolgáló idézőles retro muzsika mellett az alkotásnak a hivatalos zenéje fantasztikus lett, amit Michael Gacino szerzett, ő ugye már nem egyszer bizonyított a filmzenék terén, és ez a trilógia ékes példája annak, hogy igenis lehet tökéletes filmeket csinálni, amelynek az első része valamivel a kicsit gyengébb, azonban a keggi kerek egész trilógia egy epikus kaland még a mai napig is, és tényleg mindenkinek tudom ajánlani. Úgyhogy összességében a majmok bolygója háború egy lenyűgöző befejezése volt Cézár karakterének, és magának ennek a kitűnő trilógiának is egyaránt, amely teljes joggal megérdemli a maximális értékelést, ahogy a majmok bolygója forradalom is. Úgyhogy legközelebb majd a majmok bolygó témájánál az új filmnél fogunk találkozni, kivéve, hogyha valahogy a birtokomba kerül az élőszereplő sorozat, illetve az animációs széria, hát azért majd mindenképp meg szeretném nézni, de nagyon nehéz lesz ezt megtalálnom, mert hát neten nem igazán van fönn, úgyhogy majd utána jár a különböző forrásokon az internet mély bugyraiban. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenki írjátok, hogy nektek hogy tetszett ez a film annó. Addig is komment, feliratkozás, like, megosztás, szuperköszi, csatornatagság, legközelebb találkozunk, szevasztok! Ja, és amúgy itt még nincsen vége a videónak, bazd meg, mert csatlakozzatok Facebookon a Majmok Univerzum csoporthoz. Nagyon jó cucmákok vannak kint, hírek, teóriák, érdekességek, retrokritikák, és mindent is megtaláltok, és ti is tudtok posztolni, kérdezni, mi válaszolunk. Úgyhogy gyertek, mert nagyon izgalmas és menőjenő dolgok vannak ott. És hogyha csatlakoztok, részt is vesztek egy nyereményjátékban, nem tudom, tudtátok-e, de erről majd később csinálunk egy videót, és gyertek, gyertek szépen, mert jó dolgok várnak ott rátok.